Jó napot kívánok, Szabján Norbert vagyok, mint ahogy elhangzott a PKLV Kft. Műszaki igazgatója, igazságügyi fegyverszakértő. Műszaki témára kerülne a sor, és áteveznénk egy kicsit tényleg a fegyver és hangtompító oldalára, és igazából, mivel ez egy teljesen új szegmense a fegyveres kultúrának Magyarországon, ezért nagyon-nagyon sok mindent helyre kell tenni, elsősorban műszaki szempontból, és ha már rendben lesznek téve műszaki szempontból, akkor mindenféleképpen ugye a vadász etikával kapcsolatos dolgokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, mint ami, hogy már ez korábban elhangzott. Első megközelítésben szeretném letisztázni, és bocsánat, nem fizikaórát szeretnék tartani, de egy olyan kérdés, hogy mi is az a hang valójában, amivel itt mi foglalkozni fogunk. A hang az egy hullámjelenség, ami a levegőben terjed, jelen esetben, természetesen minden más anyagban is terjedhet, és nem más, mint a levegő részecskéknek az összenyomásából és az idézőjelben ritkulásából, vagy visszaritkulásából adódó hullám, aminek az amplitúdója és erőssége ugyanúgy megvan, mint egy más hullámjelenségnél, viszont nekünk, mint lövésnél, ez egy lökéshullám terjed végig a levegőben, és ennek a lökéshullámnak a felfutási meredeksége, a nyomásváltozás meredeksége. És az, hogy milyen hangos is az a hanghatás. Természetesen az emberi fül számára nem minden hang hallható. 20 Hz-től 20 000 Hz-ig terjedő tartomány az, amit egy emberi fül hall. A hangtompítók javarészt ebben a sávban hallhatóbb hangokra vannak kitalálva. Igen, csak ennek van olyan hangja is más tartományban, amit egyébként nem tompítunk, mert az emberi fül és esetleg a vadászott vagy halástartomány a sebességgel. Vannak kifejezetten olyan eszközök egyébként, amik átalakítják a frekvenciáját. Vagy akkor van hangja, csak nem olyan tartományban, amit hallanánk, vagy a célnak vagy fajt hallanak. Ha már hang, és aki hangtompítóknak megpróbál utána nézni, a decibel szóba biztos bele fog ütközni, amivel ugye mérni tudjuk a hanghatás erősségét, és ugyanezzel a decibel skálával tudjuk a hang csillapítás erősségét is mérni. Hogy mindenki nagyságrendekkel tisztában legyen, a 0 decibel az 1 méter távolságból egy éppen elszálló szúnyog hangját jelenti, innen indul igazából a decibel skála, és atmoszférikus nyomáson a létrejöhető legnagyobb decibel érték az a 194 decibel, amitől magasabbat atmoszférikus nyomáson nem lehet létrehozni. Ez egy kitörő vulkán közvetlen közelről körülbelül az egy iszonyat nagy robaj lenne. Ezt egyébként már ember nem is tudná elviselni ilyen értékeket. Hogyha fegyverek terén nézünk szét, próbáltam egy szemléletes listát keresni, és az internet segítségével találtam is, ahol különböző fegyvereknek a torkolati dörei értékét mutatják be hangtompítóval és hangtompító nélkül. Kékkel jelöltem, mivel elég picike számok vannak, és sejtettem, hogy nem lesz tökéletesen olvasható, kékkel jelöltem azt a sort, ahol egy 308-as Winchester kaliberű vadászpuskának a normál és a hangtompított értékét láthatjuk. 171,2 decibel egy normál lövés esetén egy átlag vadászpuska, és hangtompítóval 148-151 decibel környékére csökkenthető. Egy kisebb kaliberű, például 223-as kaliberű fegyvernél, ez 160-70-ről lecsökkenthető 135-140 decibelre. Nagyságrendileg 30-35 decibeles csökkenés érhető el hangtompító segítségével. Ezek a 130-40 decibeles értékek, amire már lecsökkentjük a hangot, ez is azért hallható,
igaz, hogy csak pillanatnyi hanghatás, de fülsértő is lehet közelről. Szerencsére a hangnak van iránya, és a fegyvert használó személy jelentős védelmet kap a hangtompító szempontjából, mert ez a kiáramló 130-140 decibeles lökéshullám, nevezhetjük zajnak, hanghatásnak, ez előre irányul. És a felhasználó szempontjából kicsit kedvezőbb a helyzet, az ő hallásvédelmét ezáltal meg tudja oldani maga a hangtompító eszköz. Még a többi hasznára később ki fogok térni. De vannak más hangforrások is lövés során, amire fontos kitérjünk. Amit már az előbb említettem, a csőtorkolaton kiáramló gázok hatása. Itt igazából a gázok hangsebesség feletti áramlása, ami nekünk problémát jelent. Ugye a hangtompító eszközöknek a célja mindig az, hogy a gázok kiáramlási sebességét hangsebesség alá csökkentsék. Akkor nem olyan meredek ennek a hullámjelenségnek az amplitúdója, hogy túl-túl nagy hanghatást keltsen. A hangsebesség feletti lövedék az ugye 330 méter per szekundum körüli sebesség, ez természetesen hőmérséklet függő, de egy hangsebesség felett haladó lövedéknek az orrkúpjáról vagy első orrfelületéről olyan hanghullámok válnak le, ami igen fülsértő, úgy szokták mondani, hogy ilyen recsegő hangot továbbítanak, és hallani, ahogy elrepül a levegőben. Aki még nem lőtt hangtompítós fegyverrel, és először lesz ilyenben élménye, annak fel fog nyílni tágra a szeme, hogy úristen, eddig ezt nem hallottam. Igen, mert a torkolati zölej elnyomja ennek a hangját, de hogyha már le tudom csökkenteni 30-35 decibellel a torkolati hanghatást, akkor meg fogják hallani, hogy a repülő lövedéknek is milyen erős hangja van. Ez mellett még van egy fegyverműködési zaj. Ez igazából vadászat szempontjából elhanyagolható, mert itt nincsenek öntöltő vagy automata fegyverek. Itt Schnellernek, zárszerkezetnek, a tárból való lőszerfeladásnak a hangjai, ezek igazából teljesen elhanyagolhatók. Bocsánat, nem léptem át, pont ezt mondtam el az előbb. Visszatérnék erre a lövedék által generált hanghatásra. Hangsebesség alatti lövedékeknél a lövedék orráról jelentős mértékben nem válik le olyan hanghullám, ami zajt generálna, és minél jobban a hangsebesség fölé lépek, ugye az M098 az pont a hangsebesség alatti, és ugye az M mint Mach szám 1,0304-1,3-nél már jelentős mértékű hanghullám válik le a lövedékről. Külön megemlítenék egy fogalomzavart, amit már hallottam, ugye itt a Facebookon és mindenféle fórumokon nagyon-nagyon elindult a téma, hogy itt a jogszabályi megjelenés egyáltalán szóba került, hogy hangrobbanás történik. Hangrobbanásról akkor beszélünk, amikor a lövedék éppen átlépné a hangsebességet. Onnantól kezdve nem hangrobbanás van a lövedék körül, hanem csak egy leváló zaj. Úgy kell elképzelni, mintha egy kifordulna maga a hanghullám, ahogy itt V-alakban látható a képen, elhagyja a saját hangját a lövedék. A hangrobbanás az akkor van, amikor pont hangsebességgel halad valami, legyen az akár egy repülőgép, egy vadászgép, vagy akármilyen tárgy, ami halad a levegőbe, és együtt halad a hangjával, és a hang keletkezési forrása nem tud eltávolodni, se elmaradni, se megelőzni nem tudja a róla leváló hanghullámokat, és a tényleg robbanásszerűen a hosszú idő alatt keletkezett hang egy időben hallható. Ezt hívjuk hangrobbanásnak. Ez lövés szempontjából abban az egy esetben történhet meg, hogyha visszalassul a lövedék hangsebesség alá, és éppen visszafelé jövet átlépi hangsebességet. Mert ugye gyorsuláskor a csőben van, azt ugye nem hallhatjuk. És visszatérnék a csőtorkolaton kiáramló gázokra. És itt már az előnyös és hátrányos tulajdonsága is szóba kerül majd a hangtompítónak. Ugye amit a hangtompító mint eszköz tud nekem kontrollálni, az a gáztömegáramnak a kiáramlási sebessége, ennek a gáznyomáshullámnak a káros zajhatása. Ezt tudja. A hőmérsékleti hatások, mondhatnám torkolat, tűz,
de inkább azt mondom, hogy a kiáramló gázok hőmérsékletét, ami fényjelenséggel is járhat, ezt is tudja kontrollálni, hisz lehűti a gázokat. Vannak direkt ilyen elven működő hangtompítók, ahol iszonyat nagy felületű fémhálókat tesznek bele. Ezek ilyen egy-két lövésre való egymás után, nem pedig ismételt lövésekre, ezt szeretném kihangsúlyozni, ahol a gázoknak a hőmérsékletét vonják el, és ezáltal csökkentik a kiáramló gázok térfogatát, hisz hogyha lehűtjük ugyanazt a mennyiségű gázt, kisebb térfogatot fog elfoglalni, és ezzel érik el ennek előnyös tulajdonságát. Amivel viszont nem nagyon tud a hangtompító se mit kezdeni, az a szilárd anyag tartalma, füst és korom. Mondhatnánk, hogy de hát füst nélküli lőporokat használunk, modern világban élünk. Igen, ez a füst nélküli az azt jelenti, hogy 1% alatt van ennek a tartalma, de igen, tartalmaz szilárd anyagot, azaz füstöt a kiáramló gáz. Viszont amit nagyon-nagyon nagy mértékben tartalmaz, az vízgőz, hisz a lőpor égésének jelentős hányada az maga a vízgőz, és hogyha valaki majd elkezd használni hangtompítót, és nagyon lelkesen fogja takarítani, és közvetlen vagy rövid időn belül lövés vagy lövések után szétszedi takarítás céljára, az látni fogja, hogy akár önteni is lehet ki belőle a vizet, főleg, hogyha jó hidegben vadászik, egyből le fog rajta csapódni. Ez előnyös, mert ha lecsapódik a víz, akkor ugye a kiáramló gázok térfogatát tovább tudja csökkenteni, viszont a benne összegyűlő víz egy idő után már problémát jelent, akár a hatásfok csökkenésben is, meg egy szóval össze fog korrodálni a hangtompítója. Szóval erre nagyon kell majd figyelni. És van egy különös dolog, a tökéletlen lőporégés eredményeképpen részben elégett lőporszemek is kerülhetnek a hangtompítóba, aminek az akkumulálódását, összegyűlését meg kell akadályozni, mert az a katasztrofális tönkremenetelét is okozhatja a hangtompítónak, ezért kell majd a tisztításra kiemelt figyelmet fordítani, az későbbi diákban fogok is róla beszélni. De a zaj és hanghatás csökkentés hogy is érik el ezek a hangtompító eszközök? Röviden összefoglalva, a csőtorkolat előtt kamrákat alakítanak ki. Rengetegféle kialakítási mód és lehetőség van, de az alapelve mind ugyanaz igazából. Nagyon kis különbséggel. Természetesen ezeket a kamrákat nem lehet véletlenszerűen kialakítani, figyelembe kell venni nyomásokat, frekvenciákat, tömegáramokat. Ez egy külön tudományág igazából a fegyveriparon belül is, de a lényege az, hogy kamráról kamrára történő átáramoltatás és az itt kialakuló turbulens áramlásoknak a kihasználásával csökkentik le a gázoknak a kiáramlási sebességét, és a minél többszöri ütközés visszafordulás turbulencia segítségével a legnagyobb felülettel próbálják érintkeztetni a gázokat, így lehűtve azokat, így a kiáramlási sebességnél elérhető az, hogy elől a hangtompító torkolatán már tényleg hangsebesség alatti gázkiáramlás történjen meg. Szokott néha ilyen reklám jelleggel vadászatra használatos hangtompítóknál megjelenni olyan, mint amit itt a képre is próbáltam feltenni, hogy még egy kompenzátort ráhelyeznek a hangtompító elejére. Felhívnám a figyelmet, hogy átlag kaliberű vadász fegyvernél ennek nem sok értelme van, hisz pont lecsökkentettem a gázoknak a kiáramlási sebességét, lecsökkentettem a nyomását, és pont ez a kettő kellene ahhoz, hogy egy csőszájfék vagy kompenzátor működni tudjon. Ez csak egy kis téveszme elhesegetés volt. Sokkal több értelme van, akkor annyival hosszabb hangtompítót használni, és egy kicsit hatásosabb zajcsillapítás érhető el. Ha már itt a hátrarúgásnak a csökkentése szóba került. Mivel a hangtompító is rendelkezik belső, merőleges vagy bizonyos szögben megdöntött felületekkel, és a kiáramló gázokat csapdába ejtik, ezért a hátrarúgás csökkentését is elvégzik. Két részből. Ugye a hátrarúgás az két dologból tevődik össze. A kiáramló gázoknak a rakéta hatása tolja hátra a fegyveremet, ez az egyik oka a hátrarúgásnak.
A másik pedig az erő, ellenerő, aminek köszönhető, hogy nem csak a lövedék fog előrefelé mozogni, hanem a fegyver hátrafelé is, mert ugye a tölténygyűrben és a fegyvercsőben lévő gáznyomás nem csak a lövedéket nyomja előre, hanem a fegyvert is. Na de ha a kiáramló gázokat én ugye neki tudom ütköztetni a hangtompító belső felületén lévő kamrafalaknak, akkor az pont ellenerővel meg fogja tolni előrefelé magát a hangtompító eszközt, mivel az általában egy menettel csatlakozik a csőre, így megtartja, tehát nem engedi, hogy a hátrarúgás a használóra átadódjon. Így a sokak által már vadászati téren is használt különböző kompenzátorok és csőszájfékek is mellőzhetők. Azért hangsúlyozom ezt ki, mert vadászati téren nagyon kellemetlen, főleg, hogyha egyszerűen, főleg ha kissé zárt tér van, annyira hátratereli a zajt, hogy nagyon-nagyon nagy fülsérüléseket tud okozni, pláne, hogyha esetleg többen vannak egy barkácsolás során, és sajnos ez egyre jobban elterjed, akármennyire is. Sokak által akár még etikátlannak is minősített dolog, hogy egyáltalán nem vadászias. Ezt a hangtompító idézőjelben meg fogja tudni oldani. Felszerelés és illesztés. Mivel ez egy teljesen új szegmens, ahogy említettem, a fegyverjavítók, fegyvermesterek részéről is új kihívást fog jelenteni a fegyverre illesztése ezeknek az eszközöknek. Nagyon sok új fegyver már rendelkezik csőtorkolatán menettel. Ha ezt gyárban alakították ki szakszerűen, akkor ezek alkalmasak hangtompító fogadásra. Viszont mindenkit óva intenék arról, hogy a szomszéd esztergályossal vagy nem megfelelő szaktudással rendelkező fegyverjavítóval végeztessen ilyen, hisz nagyon fontos szög, egytengelyűség, menetprofil tűrések vannak, amiket szabványok rögzítenek is, és hogyha ezek nem történnek meg megfelelően, nem megfelelő a kialakításuk, az hagyján, hogy a hangtompító tönkre megy, vagy eredménytelenül tudja használni, de sok esetben még akár a fegyvercső is károsodhat. Természetesen az cserélhető, de rettentő nagy anyagi károkat lehet vele elszenvedni, de egy rosszul illesztett hangtompító, ami esetleg hozzáér a lövedékhez, akár még balesetveszélyes is lehet, nem csak a lövőre nézve, hanem a környezetére nézve pláne. Ha felhelyezünk egy hangtompítót, kell számolni a vadásznak arra, hogy a találati pont át fog helyeződni. Ez nem kérdés. Nincs az a vastag cső, nincs az a műszaki kialakítás, ami lehetővé tenni azt, hogy ha egy tömeget helyezünk a cső elejére, akkor ne helyeződjön át a találati pont. Ezt nagyon sokan már tapasztalhatták esetleg ilyen mágneses, csőre szerelhető fegyverlámpákkal is, hogy akármennyire is picikék ezek, némi elváltozást okoznak, akár a szórásképben is, de a találati pontban biztos. Pláne, hogyha egy nagyobb tömeget teszünk ki a cső legelejére, garantált, hogy át fog helyeződni. Az nem garantált, hogy minden esetben lefelé, oldalra, felfelé is akár. Hisz a csőnek nem csak hajlása, hanem van rezgése. Hogyha esetleg centrikussági hibája van magának a hangtompítónak, akkor a gázok oldalra történő tolóhatása, vagy ugye egytengelyűségi hibánál a szökhiba miatt egyéb eltérítő erők is hatnak majd a lövedékre. Méltán tehetné fel valaki gyorsan a kezét, de hát az előbb mondtam el, hogy majd szakszerűen fel lesz illesztve, és majd megtanulják ezt a fegyverjavítók. Olyan nem létezik, hogy ne legyen egy hangtompítónak centrikussági vagy szökhibája, hisz tűrése, illesztése minden egyes műszaki műveletnek van, lesz. Csak kellően picikének kell lenni ahhoz, hogy ez ne legyen ártalmas a felhasználás szempontjából. Szintén érdekes kérdés, amit így föl szoktak tenni, hogy és akkor a szórásképet rontani, vagy javítani fogja egy hangtompító? Elméletileg, ha minden a lehető legnagyobb tökéletességgel van felszerelve, akkor akár javíthatja is. Azért, mert mint egy csősúly funkcionál, és azért, mert mint egy gázleválasztó funkcionál. Tehát a csőtorkolaton kiáramló gázok nem fogják már kibillenteni nekem a lövedéket, megvédik a kiáramló gáztól a lövedékeket. Valójában nem fogja javítani,
hanem a csőtorkolaton kiáramló gázoktól megvédi magát a lövedéket, és ezzel képes jobb szórásképet létrehozni. Viszont, ha valami felszerelési hiba, szöghiba, vagy egyéb tákolmányról beszélünk, garantáltan, hogy rontani fogják a szórásképet, úgyhogy ezzel nagyon nagy lukra lehet futni, így hétköznapi szóval élve. A vadászat számára, vagy vadász számára milyen előnyt jelenthet? Már elhangzott igazából mindegyik pontja a jelen felsorolásomnak, nem nagyon tudom fokozni. Egyetlen egy dolog, amit külön megemlítenék, hogy a torkolat tűz csökkentése, főleg, hogyha különböző éjjellátó eszközök, célinfrák felhelyezésre kerülnek a fegyverre, akkor azok nem fognak belevillanni torkolat dörej csökkentésére használt eszköz segítségével. Nem szeretem azt a szót használni ez esetben, hogy hangtompító, mert egy egyszerű cső is már elterelné úgy, vagy egy gázeloszlató is elterelné úgy, hogy nem villan bele, de el fogja látni ezt a funkciót a hangtompító is. Hátulütője is van a sok szép dolog mellett a hangtompítóknak, megnöveli a fegyver hosszát, tömegét, és rengeteget kell takarítani. És nagyon kell rá vigyázni. Úgy, hogy egy sörétes puskának a vékony csöve meg tud horpadni egy vadászat során, ez is meg tud horpadni. És mivel egy nyomástartó edényről beszélünk, ha ezen keletkezik egy horpadás, akkor az ott olyan anyagváltozásokat fog okozni, hogy ezen is ki fog alakulni dudor, deformáció, és sokkal hamarabb tönkre fog menni. Ezért szoktak ilyen előre kialakított védő kis húzatokat alkalmazni a vadászok, hogy a mechanikai sérüléstől tudják védeni. Takarítás. Összefüggésben van a fegyvercső hosszával és az alkalmazott lőszerekkel a takarítás, hiszen a hangtompítóban akkumulálódott salakanyag, elégetlen lőporszemek, füstkorom, amiről már szót ejtettem, nem csak hogy a hatásfokát csökkentik, hanem a szórásképet rontja egy idő után. Belekerül a víz, ami ugye kicsapódik a vízgőzből, az ott nagyon jó, különböző kémhatással rendelkező elegyet fog alkotni, ami akár visszajutva a fegyvercsőbe, azt is tönkre teheti. Tehát sokkal fokozottabban kell egy hangtompítót takarítani, tisztítani, mint magát a lőfegyvert. Ez magyar vadászati körben amúgy is egy érdekes kérdés a fegyvertakarításának gyakorisága, de azt mindenkit el kell szomorítsak, hogy erre sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a hangtompító takarítására. Na, ideális lőszer. Ugye a fegyvercső hossza, meg az egész fegyver hossza már szóba került. Hogy ne legyen túl hosszú egy fegyver, elkezdtek kialakítani 52 centis, 47 centis csőhosszúságú fegyvereket, hogy kezelhető hosszúságú legyen hangtompítóval együtt is a fegyver. Viszont ezen fegyvercső hosszokhoz nem használható normál lőszer. A fegyvergyárak, lőszergyárak haladnak előre a korral, lőszergyárak is megjelentek a short rifle kategóriába tartozó lőszerekkel. És megjelentek szubszonikus lőszerek is. Szeretném jelen pillanatban nagyon élesen meghúzni a határt a kettő között. Ami rövid csövű fegyverhez készült lőszer, itt a képen az előrehozott RVS dobozon látható az a sárga címke, hogy short rifle. Ez direkt a rövid csövű fegyverekre van optimalizálva, olyan lőporral van töltve, ami a rövid csőben is elég, nem lesz túl sok salakanyag képződés. A szubszonikus lőszerek, mint ami a hátul lévő, a képen térben hátrább elhelyezkedő dobozon látható, ott hangsebesség alatti lövedékkel szerelt, szintén hangtompítóhoz való, de vadászati jelentősége ezeknek nincs, de nem szabad összekeverni, belefuthat egy vadász akár szubszonikus lőszerbe is. Mi is ez a szubszonikus lőszer, és vadászati célból miért nincs igazából jelentősége? A lövedék sebességének hangsebesség alatt kellene lenni, ami pedig azt jelenti, hogy energiatartalma annak a lövedéknek nem éri el azt a szintet, amivel lehessen vadászni. Egy 762-es lövedék, ami 10 g tömegű, mindösszesen 545 joule mozgási energiával rendelkezne, és például egy 93-as lövedék, ami 20 g tömegű,
az is éppen, hogy csak 1089 joule energiával. Tehát a szóban forgó 2500 joule-os határnak még a közelébe sem ér, és ezért vadászati szempontból erre nagyon kell vigyázni, hogy nehogy valaki véletlenül ilyet használjon. Ha lőtéren mégis valaki ilyet használ, az megfigyelheti majd, hogy a lövedék által generált zajhatás az nincs, de egyéb más tapasztalatot így nem fog tudni megtapasztalni. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy az időm lejárt, már kaptam egy figyelmeztető csengőt is. Nagyon nehéz volt ezt a 20 percet beosztanom, megmondom őszintén, még egy fél napot tudnák erről beszélni, de így röviden összefoglalva úgy gondoltam, hogy ennyit érdemes első körben műszaki szempontból ismertetőként bemutatni.